Ismét csatlakozott a Dózsa Középiskola a Lányok Napja országos rendezvényhez. Ez egy Európai Uniós program, a Nők a Tudományért Egyesület tagjai vették a vállukra annak a feladatát, hogy minél több lány, nő, hölgy kerüljön be az informatika, illetve a gépészet, a természettudományok világába, és minél többen válasszák életcélul, hivatásul ezeket a szakmákat. A Dózsa tavaly került bele ebbe a program sorozatba, és nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Mind a résztvevő diákok részéről, mind a szervező Nők a Tudományért Egyesület részéről. Annyira, hogy belekerültünk az idei sajtóanyagba, népszerűsítő kiadványba. Tehát Kalocsa most már külön névként, városnévként szerepel az országos plakátokon, és nekem továbbra is az dobogtatja meg igazából a szívem, hogy a Dózsa az egyetlen középiskola, amelyik be tud mutatkozni, és ezáltal ennek a nemes célnak az érdekében ezt a szakmai napot felkínálni általános iskolás kislányok, nagylányok részére. Ez a legnagyobb lányoknak szóló pályaorientációs esemény már évek óta az országban. Elsősorban olyan diákokat várnak a rendezvényre, akik már betöltötték a 12. életévüket. Egy egész napra várjuk őket majd a Dózsa Asztrik téri épületében kezdődő programra, amely 9 óra után indul, egyébként a jelentkezési felületen fönt van, szándékosan nem lapot mondok, hiszen informatikai alapon megy a jelentkezés. A lányoknapja.hu oldalon, a lányok menüpontban lehet az egész programkínálatot megtalálni az országra vonatkozóan, és ezen belül van a Dózsa. Ugye a nevünknek köszönhetően pont az első helyen szerepelünk, hiszen Bajai Szakképzési Centrum, és nincs más A, illetve B betűs, ez egy picit szerencsés. Az viszont nagyon-nagyon megtisztelő, hogy rengeteg kép található a lányoknapja.hu weboldalon a tavalyi programunkról. Fekete Antal tagintézmény vezető többek között azt is elmondta egy kis ízelítőként, hogy a tavalyi programokon csak keveset változtattak, hiszen nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Egy picit hasonlóan a szakmák éjszakájához, de fókuszálva itt a Lányok Napja körében meghirdetett dolgokra. Mi elsősorban az informatika ágazatot, illetve a gépészetnél a CNC megmunkálást, illetve a CAD/CAM technológiát mutatjuk be. A lányoknak a saját pékcukrász tanulóink fogják elkészíteni a kis nasolnivalót egész délelőtre, és még ásványvízzel is várjuk őket. Az idei Lányok Napja április 30-án kedden lesz, ahova összesen 20-an adhatják be a jelentkezést, mint ahogy az előző évben is. Regisztrálni kizárólag online formában lehet a csakis lányoknak szóló programokra.